19. fejezet. Cleo nyomában. A sínek mellett rohanva Jason, Julia és Rick alig 5 perc alatt érték el a dombot. A sínek a homályba vesztek, s eltűntek az algó fekete bejáratában. Jason, Julia és Rick bizonytalanul megállt, mivel nem tudták eldönteni tovább menjenek-e. Úgy érezték, mintha csak egy kitátott hatalmas szája ölt állnának, amelyet gyomok és a szélben lengedező kúszó növények szegélyeztek. Azt mondjátok, hogy odabent van, tehát, mondta halkan Jason. Nem lehet máshol, feltelik. Már ha létezik egyáltalán, pontosított Julia, aki megborzott a könyök érzérő növényektől. Jason a sínek fölé hajolt, hogy meggyújtsa a petróleum lámpát, amelyet az imént talált. Sokáig szenvedett az öngyújtóval és a kanóccal, de végül csak egy fekete, émeítő szagú füstelhőt sikerült előcsolgatni a lámpából. Nem tudtál volna magadnak hozni egy lámpát, szólt rá nővére. Jason morgott valamit, és tovább ügyködött. Már nehezen sikerült a füstelhőt átváltoztatni a apró piroses fényforrásra. Na, meg is vagyunk, kiáltotta büszkén. Átlépett a síneken, és elsőként hatolt a sötétbe. Julia és Rick követték, merezgette a szemüket, hogy valamit kivegyenek a homályban. Látsz valamit, Jason? Kérdezte Julia néhány lépés után. Csak köveket és a síneket. Milyen hosszú lehet? Folytatta a lány. Nem tudjuk, válaszolta Rick. Csupán annyit tudunk, hogy a hegy túloldalán már nem lyukadnak ki a sínek, azaz... Ám nem, folytatta a mondatot. Jason felemelte a lámpást. Nem mindenit, dünnyögte. Látjátok ti is? Julia hirtelen Rick felé fordult. Tényleg ott van, igazad volt. Rick elmosolyodott, kezét Julia vállára kezére tette, és mereven nézett maga elé. A sínekre, ahol Black Vulcan elveszett mozdonya, kissé porra borít vár, de ott villogott feketén. A táblára az volt írva, a dünnyögte Rick, és megtorpant a mozdonyécső előtt, hogy aki fel, itt fel akar szállni, annak félig homokkal és félig széllel kell feltölteni a szívét. És barátod kell, hogy legyen legalább 100, idézte Julia. És szerintetek ennek van valami értelme? A gyerekek elbűvölten bámulták a lokomotív csillogó alakját, amely úgy folytatott ott a sineken, mint valami ugrani készülő vadállat. Azt hiszem, ez igazából nem is rejtvény, vélekedett Jason, hanem inkább költészet. Ezt meg honnan veszed? Mert különben tök értelmetlen, felelte. Ez olyasmi lehet, mint az a cucc, amit ma reggel csináltatott velünk találni. Ilyen elvontvers vagy mi, ahol a szavak tök más jelentenek, mint ami oda van írva. És akkor ezek szerinted mit jelentenek? Hát erre való a versenyzés, nyögte Jason kissé zavartan. Például a homok az igazán nem is homok, hanem hogy is hívják? Az emlékezet. Mindaz, ami az idő folyamán felhalmozódott az emlékezetedben, és megszilárdult, szólt közben Rick. Ez az, pontosan. De egyben könnyű is, melegetett bele Rick, mert a szél a képzelt szel könnyedén felkapja, és messzire sodorja. Ám a szél lelassul, ahogy a homokkal találkozik, és így talál meg mindkettő a helyes mértéket. Az ikrek tátott szájában voltak rá. A száz barát pedig férte a lendületes versenyzést Rick, igazából az összes lehetséges érzést és érzelmet jelenti. E három dolgnak kell betölteni a szívedet, legalábbis Black üzenete szerint, ha fel akarsz szállni a mozdonyára. Hát ja, fogadta össze Jason, akkor én felszállhatok. Sohasem mondtad, hogy költő is vagy, mondta halkan Julia, és összeborzott a rigörös haját. Hát eddig magam sem tudtam, feltámaszt. Csak azt, hogy a szívem csordultig van, tette hozzá volna legszívesebben. De csak a tekintetével próbálta ezt kifejezni, ahogy Juliát nézte az alagút sötétjében. Felmásztak hát a mozdonyra az oldalsó létrán. Elő Rick, a költő, utána Julia, s végül Jason. A lokomotív acia olyan fényes volt, mint a csiszolt gyémánt, és kazánja úgy folytatott, mintha csak lélegezne. Rick kinyitotta a létre tetején lévő kis ajtót, és belépett a masinista fülkébe. Ezt a kis helyiséget vörös szőnyeggel borították. A fém hűszerfalon lévő kerek kijelzők várakozva figyelték a három gyereket. Apró fogantyúk erdő állt ki a padlóból, mint egy csokor vasvirág, és mindegyik kart egy-egy rajzon látták el. A gépházat egy üvegajtó választotta el az apró fülkétől, amelyben csupán néhány utas fért el. A falon bekeretezett fénykép lógott, amilyen három férfi pózott mozdony előtt. Black Vulcan, Peter Dedalus és Leonard Minaxo. Peter és Leonard sokkal fiatalabb volt a képen, mint ahogy a gyerekek megismerték őket. Ez a fotó még a cápásból esett előtt készülhetett, jelzte meg Jason, mivel a képen Leonard még nem viselt kötés a szemén. Amúgy maga ez a baleset is elég gyanús, tette hozzá Rick, mivel ezen a tengerszakaszon egyáltalán nincsenek cápák. Hát persze, maradta Jason, akinek a leghalványabb fogalma sem volt, merre élnek el valójában a cápák. A három barát körülnézett, hátra találnak valamit, ami a segítségükre lehet,
S végül a tekintetük azon az ajtón akadt meg, ami elvileg a mozdonyhoz csatolt vagonokhoz vezetett volna, lettek volna ilyenek. Srácok, szólt neki Ethan Jason, aztán az is napon van ma. Miért? Ez már a második, felelte a fiú, majd letérdelt az ajtóhoz, és elkezdte simogatni. Még egy időkapu. Biztos, hogy benne? Kérdezte a nővére. Teljesen tuti. Tényleg így van, erősítette meg Rick is, és neki dőlt az ajtónak, úgy próbálta kinyitni. Csak persze zárva, és persze nincs meg hozzá a kulcs. Ez az első mozgó időkapu, állapította meg Julia. Már úgy érte, hogy nem egy ház falában van rögzítve. Ha lennének sínek, el tudnánk jönni bárhová. Igaz, döbbent rá a két fiú is. Akkor ezért akarta Black ilyen naposan elrejteni. És most már azt is tudjuk, merre tűnt Black. Azt mondod? Hát persze, látta rá Jason. Emlékszel, Julia, mit is írt az a könyv? Hogy az egyik kapu egy szekér hátuljában van. Igaz? És mivel közlekedtek, mióta a gőzgépet feltalálták volna? Szekéren, felelt Rick. Hát ez az. Magyarán ez lenne, gondolkodott Julia, a pávás kapu. Jason bólintott, és Peter azt mesélte, hogy Blacknél volt a pávás kulcs. Hát ezt a kaput nyitotta ki vele, mielőtt elindult, még elhelyezte az utolsó üzenetet a mozdonyról, aztán jól eldugta a gépet a Crookhaveni erdőben lévő holtvágányon, és átlépett a kapun. Előbb azonban még megkérte egy abszolút gyanún felülálló embert, a Verofredet, hogy tüntesse el utána a nyomokat, és törölje ki a számokat. És még ha valaki beszélt is volna Freddel, és sikerült is volna előhívni a mozdonyt, ahogy mi tettük, akkor is csak egy versikét talál, na meg egy zárt kaput és csokolom. Pláne, hogy ezt az időkaput sem lehet nagyon kinyitni, amíg az, aki használta, vissza nem tér rajta. Jason megkopogtatta az ajtót. Ráadásul azt sem tudjuk, hová vezet. Tehát arról sincs fogalmunk, merre tűnt a kulcsok őre. Az lehet ám, mondta Valé Julia, hogy itt ezen a, hogy is mondjam, spéci mozdulón kell keresnünk a választ, hogy hová is vezet a kapu. Emlékeztek, milyen állomásokat jelzett a menetrend? Ja, kitörölték mindegyiket. Amióta csak belelátunk ebbe a kalandba, más sem csinálunk, csak eltüntetett nyomokat követünk, ahogy Egyiptomban, kiáltotta Julia. Aha, az életházának eltüntetett bejegyzései jutott Jason eszébe, és kissék a szomorkáson idézte fel maruk emlékét. Te mit mondasz, mihez fogjunk? Kérdezte Ray Juliától. A lány szimpatiasan megpördült. Itt vagyunk a világ legkülönlegesebb mozdonyán, amely ki tudja, miféle fantasztikus helyre repíthet el minket. Rick a szája szét harabdálta. Mégis hová? Fogalmam sincs. És mégis hogyan? Tette fel a jogos kérdést Röccse. Legalább próbáljuk meg, vetette fel Julia. Például szólt a lány, aztán lekuporodott, és elkezdte a mozdonygéphez tartozó fogantyúgábra egy böngészni, és egyszer csak elvigyorodott. Most már mit vigyorogsz? Csak már nyomon vagyunk. Ezeket nem rendes betűkkel értek, hanem a festókorong írás jeleivel. Jason és Rick is leült a gyorsan a lány mellé. Juliának igaza volt, a kardokon valóban annak a titkos írásnak a hieroglifái voltak, amit korábban Ulysses Moore használt a számokra a üzenetekben, illetve amit barátaival használt. Jó, de most nincs itt, nincs, most nincs, de most, hogy nincs nálunk az elfedett nyelvek szótára, ki mondja meg, hogy hová visz minket ez a mozdony. Jason koncentrált, majd felből tudta az a festókorong betűjének nagy részét, innen kiáltott egy fogantyúnak és kiolvasta. Erre az van írva a kezdethez. A három gyerek összenézett. Ez az úti cél egyszerre tűnt vonzónak és figyelmetesnek. Julia érezte, hogy liba bőrös lesz a háta és a karja. Tényleg fel akarjuk deríteni, hol kezdődött minden? Kérdezte Jason vékony hangon. Rick bólintott, és a barátja vállára tette a kezét. Julia is követte a példáját. Hát, akkor előre a kezdethez, kiáltotta Jason, és megnyomta a kart. És a lokomotív elindult.